Sziasztok! Egy újabb Black Panther telepítést mutatok be. Ez egy Dell Latitude E5530-as gép, ami dual bootban működik a Black Panther és a Windows. Elsődleges rendszerként a Black Panther, de volt pár dolog, ami miatt a Windows-ra is szükség volt. Ez mostanra teljesen megszűnt, semmilyen program nincs, amit ne tudnék Black Panther-et használni, ezért ezt a dual boot rendszert megszüntetem, ezt fogom most mutatni. Előzőleg is volt egy videó, amin Dell gépre telepítettem Black Panther-t. Itt most új telepítés lesz, de az a lényeg, hogy a dual boot megszüntetésével, mivel a ismétlés a tudás anyja, ezért elkezdjük ugye a BIOS beállításával. Ugye a BIOS ezen a gépen végül is be van állítva, hiszen, mint mondtam, már működik rajta egy Black Panther, de azért nézzük végig. Az első az, hogy van itt ez a Secure Boot történet, amit ugye a Disable-re állítottunk. Ezután pedig van ugye egy boot sequence, ahol az UEFI-t legacy-re állítjuk, ezután pedig be tudjuk állítani ugyebár a boot sorrendet is. Ugye, ahogy ígértem, telepítjük a USB-re kiírt Black Panther ISO-t. Indítjuk USB-ről a rendszert, nem kell semmilyen Linux-szal kapcsolatos előjártosság, tapasztalat, csak és kizárólag egy egyszerű bootolás után a teljes egészében használható a Black Panther. Kiválasztjuk a nyelvet, elfogadjuk a licenszerződést, beállítjuk az időzónát, billentyűzet kiosztást, és indul is a live rendszer. Itt is van. Hát ugye előző videóban már, meg több videóban is benne lett mutatva a live rendszer, hogy hogyan lehet használni. Végül is ugyanaz, mint egy teljesen 100%-osan telepített Black Panther. Én most csak és kizárólag azt fogom bemutatni, hogy ezen a rendszeren, hogy lesz a Windows rendszer megszüntetve. Ehhez pedig elindítjuk a telepítést. Itt ugye kiválasztjuk a nyelvet, időzónát, billentyűzetet,
Ezt ugye én végignyomtam most így gyorsan, de csak amiatt, mert pontosan tudom, hogy mi következik. Mindenki, aki először telepít, az olvassa végig a kérdéseket és a lehetőségeket, és csak ezután változtasson. Itt ugye a partíciós beállítások, illetve a lemez felosztását kell majd megoldanunk. Itt egy manuális particionálást fogunk választani. Szóval ez az én jelenlegi lemez felosztásom. Nagyon jól látszik, hogy van egy Windows 8 loader, van Windows partition, van egy meglévő Black Panther OS V16.2-ese Silent Killer telepített rendszerem is, és ezt szeretném én úgymond véglegesen csak és kizárólag Windows Key iktatásával használni. Szóval van egy Windows loaderem, egy Windows 8 telepített partícióm, van egy úgymond adat partícióm, és vagy egy Windows partícióm, és van egy olyan partícióm, amin adatok találhatók. Ez a SDA4 partíció, ennek kell egyedül megmaradnia, minden más partíció törlésre fog kerülni. Szóval dev SDA1 töröl dev SDA2 töröl dev SDA3, ezt ide van telepítve nekem eredetileg a Black Panther, de ezt is töröljük, mert erre sincs most szükségünk, újra fogjuk telepíteni, töröl. És van egy szabad területünk. Na, ez király. Szabad terület. Létrehoz. Itt kizárólag csak egy Black Panther lesz telepítve, csatolási pont, szuper, ő lesz a gyökér mappánk, X4 fájrendszerrel, oké. Hát így néz ki ez. Master Boot Record Dev SDA1. Na és ugye mit csináljunk ezzel az NTFS rendszerrel? Hát most ezen vannak adatok, ezért most nem fogom módosítani az NTFS rendszert, viszont csak csatolási pontot. Igen, szerkeszt, megtart, és adok neki egy új csatolási pontot. Ez egy mount per adat. Ez lesz. Jó. Így fogjuk módosítani ezt a történetet. Látszik nagyon jól. Root. És lesz egy SDA4 adat. Mond adat. Rendszerezel minden más megtalálta, az nem lesz formázva. És ide lesz telepítve a boot. Szóval következő. Mi a neved?
felhasználói név. Módosítjuk. Számítógép nevét is fogjuk módosítani. Felhasználói név. Ez a, ugye a fiók védelmére. A jelszó. Jelszó nélkül. Ugye otthoni bejelentkezés. Ezt én most ezen a gépen kikapcsolom egyébként az otthoni gépeken. Bekapcsolva hagyom, nem kell, hogy külön begépeljük, de ezt hordozgatom magammal. És akkor következő. Hát itt látszik. Előtte. Utána. Így néz ki a beállítás. Törjük a Windows dolgokat. NTFS rendszer, lemez rendszer egyenlőre marad. Ha lementettem mindent, akkor majd utána majd formázom, és szépen át fogja állni ez is. Telepítés most. Ezt azért is akarom így bemutatni, mert annyi bejegyzést látok, hogy nem sikerül a telepítés, hogy vibrál a képernyő, meg megáll fél úton. Én még, megmondom őszintén, sok-sok éve használok Black Panther-t, és sok-sok éve sok gépre telepítettem. Még egyszer nem tapasztaltam olyan hibát, amit sok fórumon, meg bejegyzésbe hallok. Én úgy gondolom, hogy ez sok esetben felhasználói hibák, illetve tudás hiányossága miatt történhet meg. Itt most még egy bizonyíték arra, hogy egyszerű telepíteni a Black Panther-t. Mivel telepítés közben itt egy-két információt elolvashatunk. Most azért nem fogom itt reklámozni, hogy mert egy másik ilyen videóm közben már bemutattam, hogy live rendszerben ugyanúgy lehet használni a Black Panther-t, mint hogyha egy 100%-os rendszer lenne, ugye irodai alkalmazások, szövegszerkesztő, munkafüzet, szóval bármit lehet maga a rendszer használat, vagy a rendszer telepítése közben is használni. Ez a laptop sincs most az internetre felrakva, és nem állítottam be a wifi hálózatot, ezért mondjuk most az internet használatot nem tudom bemutatni, de ez is simán működik, ha valaki nem lusta úgy, mint én, és beállítja a telepítés előtt, mint hogyha egy normális gépet használ, ami már telepítve van. Azért érdekességképp bemutatnám, hogy maga a plazma felület működése, meg telepítés közben is ezen a gépen. Ugye a különböző, hát persze ez ilyen szép, meg chili-vili, de ezek az effektek működnek, nem akadályozzák a telepítést, és minden ilyen plusz funkció ugyanúgy kipróbálható.
mintha már telepítve lenne a rendszer. Én úgy gondolom, hogy ezek azok a dolgok, amiket egy ilyen rendszernél figyelembe kell venni ahhoz, hogy 100%-os véleményt tudjunk alkotni. Szóval minden akadály nélkül, minden ilyen kis effekt, funkció tök jól működik. Úgyhogy közben fut a háttérbe egy USB-ről a telepítés. Egy nem túl új és nem egy ilyen túl extra gépről beszélek. De Dell, ami ugye nekem viszont a szív ügyem, úgymond, én azt mondom, hogy Dell gépek azok teljes egészségében megfelelnek arra, hogy egy ilyen jó Linuxos rendszert, mint a Black Panther OS 100%-osan tudjunk használni. Közben bejutottunk a 92%-ig. Ez persze ennél még gyorsabb is lehet, hogyha közben nem csesztetjük a gépet.